Köszöntöm nézőinket, Lehel Kata vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai Cikádor magazinban. Folytatódnak a fejlesztések Bátaszéken. Keresztet állítatott a németség az egykori Reiser kápolna helyén. Embernagyságú alumínium szobrot készített Nagy Győző. Megjelent a Morzsú Egyesület jubileumi könyve. Hamarosan elkészül a Kövesdi bekötőút, a napokban megtörténik az általános iskola energetikai korszerűsítésének műszaki átadása, és a Kolozsvári és Patak utca sarkán található játszótér felújítása is megkezdődött. A fejlesztésekről kérdeztük Bátaszékváros polgármesterét. Az elkövetkezendő időszakban egy sor nagyon nehéz döntést kell majd meghoznia a bátaszéki önkormányzatnak, de most még számos pozitív dologról tudott beszámolni a város polgármestere. Az elmúlt időszakban kormánytól kapott támogatásnak köszönhetően néhány projekt zajlik a városunkban. Így lassan befejezéséhez közeledik a Kövesd településre irányuló bekötőútnak a megépítése. A kivitelező gőzerővel dolgozik a feladatom. Műszaki paraméterek adottak, bízunk benne, hogy szeptember végére a forgalomnak is át tudjuk adni majd ezt a bekötőutat. Addig még természetesen a képviselőtestület tárgyalja ennek az útnak a használatbevételi lehetőségét is, hiszen szeretnénk olyan forgalomkorlát, vagy javaslatot teszünk olyan forgalomkorlátozó intézkedések bevezetésére, hogy mondjuk ennek a beruházásnak az élettartamát meg tudja majd nyújtani, tekintettel arra, hogy igen nagy súlyú járművek is igénybe veszik, ezt valamilyen módon szeretnénk korlátozni, hogy hosszú ideig tudják majd a kövesdiek ezt a bekötőutat használni. Szeptember 19-én a Kolozsvári utca sarkán található játszótér lebontása, illetve felújítási munkálatai is megkezdődtek. Ugye itt júniusban beszéltünk arról, hogy elfogadtuk és aláírtuk a szerződéseket, de sajnos a kivitelező csak most tudta megkezdeni a munkálatokat, beszerzési problémák vannak, hiszen külföldről érkeznek majd meg a játékok. Nagyon bízunk benne, hogy néhány hét alatt ez a játszótér a terveknek megfelelően el tud majd készülni, és abban is bízunk, hogy az időjárási körülmények még azért alkalmasak lesznek arra, hogy a gyerekek ki is tudják majd próbálni ezeket az új játszótéri elemeket. És hát zajlik a harmadik beruházás is, nevezetesen a számvevőségi épület, az a régi TSZ épületnek a felújítása. Most már lassan egy hónapja dolgoznak rajta a kivitelezők. Itt gyakorlatilag két frontfelület tud majd megújulni, a főutca felé eső központi vagy leglátványosabb frontfelület, ahol a burkolatot teljes egészében kijavítjuk, illetve a nyilánzároknak a cseréje is meg fog történni, illetve az általános iskola felé eső felület is meg fog újulni. Bízunk benne, hogy ezek a munkálatok is még a téli időszak beállt előtt be tudnak majd fejeződni, és egy kicsit szebb, patinásabb képet tud majd festeni ez az igen régi 1700-as években épült épület. Az általános iskola energetikai korszerűsítése is befejeződött. A műszaki átadás átviteli eljárás a napokon belül le fog zajlani, és hát megújulhatott és energetikai szempontból sokkal hatékonyabbá válhatott két épület rész, hiszen homlokzatszigeteléseket helyeztünk föl, padlásszigetelések, tetőszigetelések történtek meg, illetve energetikai szempontból egy 50 kW-os naperőmű is felhelyezésre került, ezzel is segítve ennek a létesítménynek az üzemeltetését. Ezeken kívül még egy nagy volumenű beruházás indítására is várnak Bátaszéken. A képviselőtestület még 2019-ben megkezdte a piac felújításával kapcsolatos elképzeléseknek a megvalósítását. A kivitelezési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ugye lezártuk, egy feltételes szerzést aláírtunk. Májusban kezdeményeztünk mintegy 42 millió forint forrás kiegészítésnek a biztosítását, a mai napig nem kaptunk róla információt. Nagyon bízunk benne, hogy rövid időn belül valami fajta döntés fog születni annak érdekében, hogy vagy meg tudjon indulni ez a beruházás, és korszerűsíteni tudjuk a piacterünket, vagy adott esetben nem tud majd megindulni, akkor vissza kell adni a forrásokat, és felszabadul a város költségvetésében az erre szánt mintegy 28 millió forint saját forrás. Ez remélhetőleg nem fog bekövetkezni, és a tervek szerint valósul majd meg az új piac kivitelezése.
Több mint 2 millió forintos állami támogatásból állíttatott új emlékhelyet a bátaszéki német nemzetiségi önkormányzat az egykori Reiser kápolna helyére. Kardos Gábor elmondta, a keresztállítás célja az volt, hogy megemlékezzenek elődeikről, hogy megerősítsék hitüket, és hogy példát mutassanak a következő nemzedéknek. Új keresztet állítattak az egykori Reiser kápolna helyére. A bátaszéken élő németségnek sokat jelent ez az egyházi terület. Két püspöki vizitáció során is említik az egykor itt állott Reiser kápolnát. Amit biztosan tudunk róla, hogy egy évben kétszer volt jelentősége az egyházi évben a Reiser kápolnának. A nagyszombaton itt virasztottak az asszonyok, illetve a zarándoklatok Máriacellbe innét indultak. Máriacell és bátaszék között egyfajta testvérvárosi kapcsolat volt ez időtájt. Nagyon fontos volt ez. Az egyházi évben több alkalommal is említik ezt. Május 1-én például itt mondtak mindig misét bátaszéken a társulat tagjaiért, illetve innét zarándokoltak ki Máriacellbe gyalog. Tudjuk, hogy a templomban volt egy búcsúztató miséjük, körmenettel kísérte őket idáig ki a plébános, és innét zászlóval, énekelve, imádkozva gyalog indultak útnak Máriacellbe. Olvassuk az útleírásba, hogy hol éjszakáztak, hol szálltak, hiszen 450 kilométerre van bátaszéktől Máriacell, gondoljuk meg, hogy ezt gyalog tették meg, a visszaútat pedig többnyire vonaton. De például Mihéli Mihály emlékirataiban olvashatjuk a nagyon-nagyon pontos útleírást, hogy hol szálltak át, milyen vonattal, és meddig tudtak vele közlekedni, és hogy kerültek haza. Az egykori kereszt nagyon rossz állapotban volt, és régi vágya volt a német nemzetiségi önkormányzatnak, hogy felújítassák. Szerettük volna ezt a keresztet felújítani, vagy kicserélni, amire mód nyílik a pályázaton belül. Mert szerettük volna, hogyha ennek a Reiser kápolnának itt méltó emlékét őrizhetné a kereszt is, és ezért a német önkormányzat úgy döntött, hogy beadja a pályázatát, és nyertünk is most ez alkalommal rá. 2.200.000 forinttal támogatta Magyarország kormánya a keresztállítást. Az elnök helyettes hozzátette, az előző emlékei annyira rossz állapotban volt, hogy nem lehetett volna helyrehozni. A bátaszéki németség elég vallásosnak mondható, ezért is tartjuk fontosnak, illetve hát azért is, mert hogy a németséghez köthető, és ezért tartotta fontosnak a német önkormányzat ezt ennek méltó emléket állítani. A munkálatokat tavasszal kezdték, de az ünnepélyes átadóra és szentelésre csak most került sor. A kápolnába és a később itt állott keresztnél mindig volt friss virág. Reményeink szerint ez így lesz a jövőben is. Nagyon szeretném, hogy itt majd a vázákba lehessen virág. Én abban bízom és azt remélem, hogy ezzel is sikerül valamit hagyjunk az utókor számára. Hogy lássák a hitünket, hogy lássák, hogy itt bátaszéken a németeknek igen erős istenhitük van, és bízunk benne, hogy a fiatalok tovább viszik ezt. És ahogy az atya is mondta itt a kereszt megáldásakor, hogy ez a kereszt búcsúztassa a bátaszékről távozókat, illetve ez fogadjon bennünket, amikor hazatérünk. Hogy lesz egy szerkezetlakatosból szobrász? Bár még nem váltott hivatást, új kihívások elé nézett Nagy Győző, amikor elhatározta, elkészít egy embernagyságú alumínium szobrot. Hogy hogyan, miért és kinek, az a következő percekben kiderül. Különleges rózsát készít Nagy Győző a műhelyében, szinte minden ünnepre, évfordulóra szokás szerint vágott virággal ajándékozzuk meg női családtagjainkat, ami csak néhány napig vagy hétig díszeleg a lakásban. Itt egy soha el nem múló rózsa készül. Itt vannak a levelek, ugye ezeket egyszer kiszabni, a zerezeteket beleütni, a széleit megcsinálni, és utána egy kis köranyagra fölegeszteni, hogy meglegyen szépen. Ugye ebből van egyszer 3 darab, és akkor itt vannak az alapok, a rózsának az alja, az első 3 szirom, utána jön ez, amit mindjárt meg fogok csinálni.
és utána mégis így épül föl az egész. Utána ezeket szépen összehajtogatom, és úgy fog összeállni a rózsa, tehát a hegesztés azt nem lehet látni. Egy szár hozzá, és nagyjából ennyi az anyagszükséglet. Nagy Győző bár szakmája szerint szerkezetlakatos, néhány éve ilyen és ehhez hasonló dísztárgyak elkészítésébe fogott. Beszélgettem szakemberekkel, akik már csináltak kovácsolt rózsát, tehát ők kovácstűzzel csinálták, készítették, és én hidegen, ugye nincs kovácstűzem, nem tudom úgy, és sajnos ezek a régi kovácsok, akik ezt meg tudták volna mutatni, hogy ez hogy mind működik a kovácsolás, ezek már kihaltak, és nincs olyan szakember, aki ezt meg tudná mutatni, ezért megpróbáltam hidegen. Hidegen a lemezt lehet alakítani bizonyos részig, és a rózsát például 15 levélből állítom össze, ezt lemezből kiszabom, szépen kikalapálom, egy lemezből 3 szirmot alakítok ki, amit majd látni fogtok, és ezeket szépen összeillesztem, középen összehegeztem, úgyhogy ezt nem lehet majd látni, hogy hegesztett. Győző már gyermekkorában elleshette a szakma rejtelmeit édesapjától, de akkor még nem gondolta, hogy ő is ezzel fog foglalkozni. 87-ben kezdtem el a Szekszárdi 505-esbe járni ipari tanulónak, kitanultam a szakmát. Nagyon sok helyen dolgoztam, és sokat tanultam minden egyes munkahelyen, hol a hegesztéseket, hol a lemezmunkákat utóbbi, azt leginkább itt Bátaszéken egy maszeknál dolgoztam 12 évet, ott tanultam meg a lemezmunkát. Itthon láttam a lakatos szakmát, és akkor ugye még kommunizmus rendszer volt, nem nagyon ismertünk más szakmákat, nem úgy van, mint nem úgy volt, mint most, hogy iskolák bemutatkoznak már az általános iskolába, hogy fiatalok vagyunk, létezünk, gyertek ide hozzánk tanulni. Ugye itt az ember akkoriban próbál dönteni, hogy mi legyen. Jó, apunál itthon már csinálgattam ezt, azt farigcsáltam, úgy, mint most a kisfiam is, de úgy gondoltam, hogy folytatom akkor tovább azt, amit édesapám elkezdett, lakatosodunk tovább. Akkor még igazából nem szerettem úgy a szakmát, szerettem csinálni, de nem Isten igazából. És ez az utána későbbiek folyamán alakult ki, leginkább akkor, mikor már itthon csinálgattam a maszek munkáimat, csinálgattam barátaimnak a kerítéseket, kapukat, akkor alakult ki igazán, hogy igen, ezt kell csinálni. Nemrég azonban egy elég nagy fába vágta a fejszéjét. Szeretem csinálni, amit csinálok, nagyon sok lemezmunkát, mint karosszériát, mint szerkezeti munkát készítettem már, és pár éve mindig feszegetem a határokat, hogy mit tudok csinálni, mit nem tudok csinálni, és ez alapján jött egyszer az ötlet, hogy próbáljunk meg egy szobrot. És hogy kinek és hova? A választás egy alig 200 főt számláló baranyai településre esett. Kékesdetén épített egy templomot. 2009-ben adták át, ha jól tudom, és láttam, hogy az udvaron nincsen semmi, egy beton keresztál csak. Na gondoltam, akkor ide jó helyre jön talán egy szobor. Ahol dolgoztam Ausztriában egy lakatos cégnél, ott csak alumíniumot hegesztettem, és azzal foglalkoztam. A főnököt megkérdeztem, hogy csinálhatok-e valami maszek munkát, persze, természetesen, oké. De elkezdtem csinálni szépen az aljától fölfelé felépíteni a szobrot, és hát ott már úgymond a főnök is mondta, hogy hát ezt folytasd, mert jól néz ki. Ugye megvolt az élmény, megvolt a lendület hozzá, és akkor így folytattam tovább. Hazahoztam, itt hegesztőkészülék hiányába nem tudtam tovább folytatni, és pár hónap múlva tudtam venni egy készüléket, továbbra csináltam. Ugye ez megint időkérdése volt, hogy mikor és hogyan, mert hetente, két hetente jártam haza. Elég sokáig készült, majd 4 évig készült a szobor. A kékesdi templom udvarán van egy harangtorony, ennek az oldalát díszíti majd Győző Szent Mihály arkangyalt ábrázoló szobra. Megtanultam sok olyan fogást a főnökömtől, amit előtte még nem tudtam. Ugye lemeznyújtás, hogy mit hova kell hajtogatni, hogy az ott legyen, ahol kell, nagyjából tudtam. Ugye fejbe, hogy ezt az ember eldönti, hogy mit szeretne csinálni, és elképzeli, hogy ez hogy kell, hogy kinézzel, akkor nem is kell rajz. Oda próbáltam, kikalapáltam, így jó lesz, úgy jó lesz, méretek körülbelül, hogy azért az arányok is passzoljanak. Például a fejét azt háromszor vágtam szét, hogy
hogy passzoljon, mert túl nagy volt. Hát erre elnéztem is, ez nem úgy van, ahogy kell lennie, szétvágni, összehegeszteni, és hát így haladtam szépen végig. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mit hogyan készítek, mit hogyan csinálok meg. A készfej például az egy sima 10-es anyagból elkezdve, és úgy fölhegesztve, visszacsiszolva. Volt egy kis munka vele. És hogy mit adott neki ez a 4 év? Önbizalmat leginkább. Önbizalmat ahhoz, hogy belefogjak olyanokba, amik még ismeretlenek számomra, munkailag leginkább, szakmailag. Tudjam ezt tovább folytatni, és tudjak olyan munkákat vállalni a továbbiakban, amik még ismeretlenek, vagy úgymond távol álltak még eddig tőlem. Közben a rózsa is elkészült, ami az utolsó simításoknak köszönhetően nem csak szép, de illatos is volt. 2011 óta nyújt támogató kezet a Bátaszéki Morzsú Egyesülete a kisgyermekes szülőknek. A jubileumi évfordulóra Müller Zsuzsanna, a szervezet alapítója, összegyűjtötte az elmúlt 10 évben és az azt megelőző több mint 40 évben szerzett tapasztalatait. Így született meg a Földre csöppent Istenek című könyv, melyet mindenkinek ajánl. Játékok sokasága, babák, kellemes környezet, ezek mind-mind megtalálhatóak a Morzsú játszóházban. Ez a szoba a színtere az Egyesület heti rendszerességű programjainak, ahol mind a szülők, mind pedig a gyerekek hasznosan és élményekkel gazdagodva tölthetik el az időt. Müller Zsuzsanna, az Egyesület alapítója 2011-ben nyugdíjba vonulásakor álmodta meg ezt a helyet. Hát ezt a termet az önkormányzat odaadta, ez egy meglehetősen elhasznált terem volt, mert a bölcsöde innen vonult ki, és akkor egy pályázatnak a segítségével sikerült felújítani, és azóta gyarapítottuk a felszereléseket újabb és újabb pályázatokkal, és tulajdonképpen sokszor megfogalmaztam és leírtam, hogy ezek a gyerekek, akik ide járnak, én mindig úgy gondolok rájuk, mint hídemberkék, akik az anyaöl és a bölcsöde vagy az óvoda között tulajdonképpen egy kis közösségbe csöppennek, és hát a gyerek közösségek. Azok nagyon-nagyon fontosak. Tehát a szocializálódásnak ez az első lépése tulajdonképpen a Morzsú. Tehát ismétlem, önző céllal indult, és nagyon szépen kiteljesedett mások örömére. A gyerekeknek és a szülőknek is nagy segítség a Morzsú, hiszen a bölcsődei és az óvodai beszoktatásban is támogatást tud nyújtani, valamint a gyerekek fejlesztésében is segítkezik. Társas lények vagyunk, igen. A gyerekek igénylik a közösséget, a társakat, de igénylik a felnőttek is. Nagyon nagy örömmel látom, amikor jönnek a szülők és a gyerekek, és összeszokott kis csoportokba leülnek, beszélgetnek, fogják a gyerekeket, figyelemmel kísérik őket, tehát szükségük van a közösségre. A gyerekeknek is, és a felnőtteknek is. De ezt egy olyan hadszintéren, ami nem egy kaszárnya. Tehát itt nem lehet elkésni, és nem kell akkor távozni, amikor vége van, akkor távozik, amikor szeretne. Tehát teljesen oldott hangulatban, oldott szabályrendszerben, de vannak azért szigorú szabályok mindennek ellenére, tehát egészségesen szabad jönni, és hát higiénés parancsokat betartva lehet itt jelen lenni. Több mint 10 évvel a megalakulásuk után most egy kiadvánnyal gazdagodott az Egyesület. Egy évtized tapasztalatait, gondolatait, élményeit olvashatjuk a Földre csöppent Istenek című kötetben. A bátorságot onnan vettem ehhez, hogy mikor úgy végig gondoltam a dolgokat, hogy mit is lehet a nevelésről, az emberré válásról írni, hogy tulajdonképpen joggal teszem meg, mert ha nevelésről beszélünk, akkor én minden hadszintéren megfordulhattam, és én ezt egy nagyon nagy ajándéknak tartom. Most a Morzsú kapcsán a pici gyerekekkel találkoztam életem során, amire sose gondoltam, hogy ebben is szerencsém lesz. Egész picikék, újszülöttek, csecsemők, pici gyerekek, bölcsödébe, óvodába készülők. Azután az óvodáskor, ami a legnagyobb időintervallumot fedi le, majd az iskoláskorral is sikerült megismerkednem a hittan oktatás kapcsán néhány évre, és ezt követte a felnőtt oktatás jó pár évig. Tehát gyakorlatilag minden hadszintéren láthattam a nevelésnek a fortéjait, a módszereit, az eszközeit, a sikereit és a kudarcait, és mivel a Morzsú Egyesület 2011-ben indult, úgy gondoltam, hogy a 10. évfordulóra egy ilyen csokrot leteszek ezekről a
kérdéskörökről. A könyvet eredetileg a 10. jubileum alkalmára szerették volna kiadni, ám ez bizonyos okok miatt csúszott, így csak most jelent meg a kiadvány. Azt gondolom mindenkinek. Mindenkinek, akinek gyereke van, de akinek nincs, aki csak vár rá, vagy akinek volt pici gyereke, vagy annak, aki embernek született. Tehát úgy gondolom, hogy ha embernek születtünk, akkor az a célunk, hogy emberként sikerüljön eltávoznunk is. Tehát olvastam valamikor, hogy embernek született és szatócsként távozott. Tehát jó lenne az emberi értékeket megtartani, és erre a napokban olvastam, mikor lázadozik az ember, hogy hogy változott a világ, hogy minden más. Azt gondolom, hogy nem, a Revicki Gyulának van erre egy nagyon jó kis verse, az 1800-as években élt, hogy úgy tekints az emberekre, hogy a föld se jó, se ferde, se gyönyör, se bútanyája, csak magadnak képe mása. Tehát hogy sikerül embernek maradni? A világ változhat körülöttünk, a környezetünk változhat, de ha önmagunkkal tisztában vagyunk, képesek vagyunk a belső értékeinket védeni, alakítani, őrizni, akkor van reményünk arra, hogy emberként tudunk távozni, de ennél sokkal fontosabb az, hogy embert tudjunk nevelni. Ha kinyitottunk egy olyan ajtót, amin gyereken, belépve gyermeket szeretnénk nevelni. Tehát gyermekből embert nevelni csak azt tud, aki emberi értékekkel rendelkezik. Hát ezek pedig sokfélék. A kötet elsősorban a Morzsó Egyesületet támogatóknak és az aktív tagoknak készült, de szól mindenkinek, aki érdeklődik a pedagógiai módszerek iránt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!